Tisztelt Országgyűlés! Mihly József, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a Nemzeti Erőforrás Miniszterhez. Hogyan változik a felsőoktatásról szóló hazai és nemzetközi kommunikáció Hofman Rózsa államtitkárasszony brüsszeli látogatása után címmel? Megadom a szót képviselő úrnak, parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt államtitkárasszony, tisztelt Országgyűlés! Államtitkárasszony az elmúlt héten Brüsszelben járt, és több megbeszélést folytatott a magyarországi oktatás ügyről. 2010-ben a Magyar Rektori Konferencia úgynevezett felsőoktatási probléma térképen mutatta be, hogy a felsőoktatásban minden területen komoly problémák halmozódtak fel. A parlament az új felsőoktatási törvénnyel jelentős és átfogó változásokat indított el a felsőoktatásban. A kormány előterjesztésére elfogadott törvény válaszokat fogalmazott meg az elmúlt időszak több negatív tendenciájára is. Az elmúlt 5-6 évben a hallgatói létszám fokozatosan csökken. A demográfiai mutatók romlanak. Az előrejelzések szerint 2017-re maihoz képest 20%-kal csökken a 18 éves korsáv létszáma. Növekvő a lemorzsolódás, a felsőoktatás képesítési szerkezete egyre kevésbé felel meg a munkaerőpiaci keresletnek, a műszaki tudományos és informatikai képzés területén alig haladjuk meg az OECD átlag felét. A diplomák értékellenható folyamatokat meg kell állítani. A Nemzeti Felsőoktatási Törvény elfogadásával elindított jelentős és gyors ütemű változások új helyzetet teremtenek szinte minden társadalmi csoport számára, ezért a pozitív vélemények mellett hazai és nemzetközi kritika is megfogalmazódik. A magyar felsőoktatás az európai felsőoktatási térség szerves része, az európai egyetemek magnakartájának és a sokszor joggal kritizált bolognai folyamatnak és az EU oktatási stratégiai célkitűzéseinek követője. Fontos kérdés, hogy a magyar felsőoktatás modernizációja hogyan járul hozzá az európai felsőoktatás fejlődéséhez. Nagyon nem mindegy tehát, hogy a minisztérium milyen eszközökkel, milyen széles körben, milyen európai szinteken tudja megismertetni és elismertetni a magyar felsőoktatás sok évszázados eredményeit és erényeit. Feltétlenül fontos, hogy minden szereplő, és természetesen elsősorban az egyetemi, főiskolai oktatói kar és a hallgatók megértsék a szándékainkat, és szövetségesként legyenek segítői a megvalósítás folyamatának. Kérdezem tehát államtitkár asszonytól, hogyan változik a felsőoktatásról szóló hazai és nemzetközi kommunikáció államtitkár asszony brüsszeli látogatása után. Köszönöm szépen. Válaszadást megadom a szót Hofman Rózsa államtitkár asszonynak. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Örömmel fogadtam a kérdését, mert rámutatott arra az összefüggésre, hogy a magyar felsőoktatás átalakítását csak is az európai felsőoktatási érdekközösséggel szoros összefüggésben lehet megvalósítani, és mi is így fogtunk hozzá ehhez a feladathoz. Igen, találkoztam az elmúlt héten Andrulla Vassiliou asszonnyal, az Európai Unió oktatási biztosával. Magam kezdeményeztem a látogatást, a látogatás célja az volt, hogy tájékozódjak és közvetlenül tájékoztassam a biztos asszonyt a magyar felsőoktatás átalakításának okairól és céljairól, hogy értsék Európában is azokat a folyamatokat és lépéseket, amelyeket megteszünk. Ön is említette, hogy egy jó évvel ezelőtt problématérkép készült a felsőoktatásról, amelynek megállapításaival a felsőoktatás minden szereplője egyetértett. Ez a problématérkép világosan rámutatott a megoldandó gondokra, amelyeknek a megoldásához, ha 5-7 évvel ezelőtt hozzákezdett volna az akkori kormányzat, akkor ma nem kellett volna, nem kellene ilyen gyors tempóban cselekednünk. Az egyik legsúlyosabb gondunk a demográfiai visszaesés. 2007-ben megindult a hallgatói és egyáltalán a létszámcsökkenés és az adott populáció csökkenése. Ez a diplomák számának kibocsátásában is megmutatkozik. A másik súlyos probléma a felsőoktatás szerkezete, igen nagy lemaradásban vagyunk a műszaki informatikai képzés területén. Ami az autonómiát illeti,
A 2005-ben elfogadott felsőoktatási törvénnyel az Európai Egyetemi Szövetség 2010-ben készült autonómia felmérése szerint az európai rangsorban az utolsó 5 helyezésbe kerültünk. Ennél már nincs nagyon hova tovább visszaút, csak felfelé lehet emelkedni. A Nemzeti Felsőoktatási Törvény arra a fejlődési pályára állítja a magyar felsőoktatást, amely kiutat mutat ezekből és sok más problémából. A hozzáférés szélesítését szolgálja, hogy 2012. szeptemberétől minden diák igénybe veheti a diákhitelt. A magyar felsőoktatást továbbra is a GDP 1,5%-ával részesül, míg az Európai Unióban ez 1,2%. A lemorzsolódás csökkentése érdekében a feltétel nélküli állami támogatást az ösztönzés és a felelősség váltja föl. Felmenő rendszerben a gyenge tanulók elvesztetik az állami támogatást, az ösztöndíjat, a diplomát pedig a képzési idő másfélszeres alatt meg nem szerző, az ösztöndíj felét visszafizetik. Európában ma nincsenek egységes válaszok a szakképzett munkaerő keletről nyugatra történő elvándorlásával, az agyelszívásával kapcsolatban, és az ezzel kapcsolatban felmerülő nemzeti kihívásokra. Ezért Brüsszellel folyamatosan konzultálnunk kell, hogy megértsék, hogy az állam csak az ösztönzés eszközével élhet, hogy itt tartsa a diplomásokat, hogy legyen, aki gyógyít, aki tanít, és aki utat épít. Ez nem röghözkötés. Azok, akik ezt a hangzatos szót kitalálták, félrevezetik a közvéleményt és társaikat is. A fiatalok szabad döntésén múlik majd, hogy aláírják-e azt a szerződést, amely az adó forintokért szerzett diploma fejébe ajánl fel munkát Magyarország javára. A jogok mellett megjelennek a kötelességek is tehát. Ezekről a problémákról tájékoztattam az Európai Unió oktatási biztosát, és kiálltam Magyarország érdekei mellett. Köszönöm a figyelmet. Kérdezem, képviselőt elfogadja államtitkár asszony válaszát. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár asszony. A választóink a fogadó óráimon folyamatosan azt a kérdést is fölteszik, hogy miért nem kommunikálunk még jobban, miért nem magyarázzuk el még érthetőbben, még többször az embereknek mindazt, amit teszünk. Mindig megerősítem őket, hogy 365 törvényt sikerült az elmúlt időszakban hozni. Óriási munkát ró a kormányra ennek a folyamatos megismertetése a választókkal. Éppen ezért is köszönöm a válaszát, mert megnyugtatott abban, hogy az államtitkárság nagyon komoly hangsúlyt fektet arra, hogy ezt valóban, ezeket a döntéseket az emberek minél szélesebb körben, minél jobban megismerjék, és csak erre is tudom biztatni államtitkár asszonyt és munkatársait. A választ elfogadom. Köszönöm szépen, elnök úr!